az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmódításáról szóló törvény értelmében minden települési önkormányzatnak rendelkeznie kell 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal. Emiatt gyűltek össze a meghívottak a Bátaszéki Városházán november 9-én. Minden településnek jó, hogyha van egy ilyen esélyegyenlőségi programja, viszont egy programot kizárólag az önkormányzat nem tud önállóan összeállítani. Ehhez szükség van arra, hogy a településen, vagy a környezetünkben élő vezetők, vagy akik szociális területen dolgoznak, vagy bármilyen emberekkel foglalkoznak, a fórumon részt vehessenek, és a véleményüket vagy ötleteiket megoszthassák velünk, hogy mi egy jobb programot tudjunk összeállítani. Egy ilyen helyi esélyegyenlőségi program 5 évre szól, 5 évre készül el. Hát igazából nagyon jó lenne, ha évente legalább egy-két fórumot tudnánk tartani, de sajnos ez idáig ilyen rendszerességgel nem működött. Az elkészült HEP programot 2 évente viszont kötelezően felül kell vizsgálni. Most egy ilyen fórumot kellett tartaniuk, de az elmúlt 2 év eseményei miatt úgy döntöttek, inkább új programot fogalmaznak meg. Az esélyegyenlőség különböző csoportokat emel ki, például a mély szegénységben élők, romák, fogyatékkal élők, nők, gyermekek, idősek. Ezeket a csoportokat, akik valamilyen módon, vagy valami olyan élethelyzetbe kerültek, hogy hátrányos helyzetben vannak más emberekkel, vagy csoportokkal szemben, vagy mellett. Őnekik az ő helyzetüket átgondolva, megismerve, átbeszélve próbálunk olyan célkitűzéseket, terveket készíteni, ami előre mozdíthatja azt, hogy az ő életük is jobbá válhasson, vagy könnyebbé válhasson. Nagyon nagy támaszunk és fő támaszunk a családsegítő szolgálat, a gondozási központ. Ők azok, akik a leginkább átlátják azt, hogy ezen a településen, mert ugye minden településen nagyjából hasonló helyzetek alakulhatnak ki, de azért tudjuk, hogy az országnak a más részein is vannak súlyosabb, meg már kevésbé súlyos helyzetben lévő területek esélyegyenlőség szempontjából, és tehát erre támaszkodunk leginkább, ami a gondozási központ látómezejébe vagy tevékenységi körébe tartozik. Többnyire ugye mentális segítséget és anyagi segítséget is jelent ez, vagy támogatást abban kapcsolatban, hogyha valaki szeretne valamit csinálni, de egyedül képtelen rá, akkor mi az, amit mi hozzátehetünk, hogy mégis lépjen egyet előre. A helyi esélyegyenlőségi program nem emberekről, hanem csoportokról és folyamatokról szól, tette hozzá a referens. Itt nem azt jelöljük ki, hogy segítünk egy bizonyos embernek, hanem segítünk folyamatosan bizonyos csoportoknak bizonyos helyzetbe, és akik közben a látómezőbe kerülnek, vagy segítségért jelentkeznek, azok tulajdonképpen belesimulnak a programba. Én úgy gondolom, hogy ahol jól működik a szociális ágazat, ott a HEP az egy szép keretet vagy formát ad ennek az egésznek. Mindig jó, amikor egy fórumon összeülnek emberek, és az ötletek tényleg megvitatásra kerülhetnek, mert sok olyan gondolat kerülhet elő, ami amúgy a hétköznapokban, hogyha csak 4-5 ember dolgozik együtt, vagy találkozik, itt azért találkozhatnak olyanok is, akik csak egy évben egyszer vagy kétszer találkoznak a HEP-nek. A statisztikai adatokon, a környezetelemzésén kívül a legfontosabb része az az intézkedési terv. Mert ugye hiába beszélünk valamiről, ha nem tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, akkor abból nem lesz semmi. És az intézkedési terv az, amit ilyenkor átbeszélünk. Megnevezzük a feladatokat, megnézzük, hogy milyen lehetőség van arra, hogy ezeket a feladatokat megvalósítsuk, határidőt tűzünk ki, és akkor végül is ez az alapja annak, ahogy ezt a programot működtetni tudjuk együtt. Az új HEP azonban csak akkor lép életbe, ha azt a város képviselőtestülete is megszavazta. Erre azonban leghamarabb november végén kerülhet csak sor.
De szerintem azért ez egy szép feladat. Bár lenne több időnk rá, hogy mélyrehatóbban és még több fórumot megtartva tudjunk erről beszélni.